ismerjék meg a láthatatlan embert, aki soha nincs a pingpongasztal mellett, mégis elengedhetetlen része a válogatottnak. És folyamatosan azon dolgozik, hogy a testünk maximális állapotban legyen a versenyen. Svitán Krisztináról van szó, aki már 31 éve benne van a pingpongban, és játékosként is elég magas szintre jutott. Utánpótlás koromban voltam úgymond elől. Utánpótlásban serdülő Európa-bajnokságot nyertünk csapatban, illetve voltam felnőtt válogatott is, csak azért akkoriban igen nehéz volt bekerülni a nagyok mellé, legalábbis utazónak. Tehát a keretben benne voltam, de nem sikerült felnőtt Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra kijutni, tehát játékosként teljes mértékben a válogatott környékén mozogtam, de inkább az edzéseken vették, úgy gondolom, hasznomat a stílusom miatt, mert védőjátékos voltam. A válogatotthoz 2006-ban masszörként tért vissza, és kisebb megszakítással azóta is ezen a területen segíti nemzeti csapatainkat. Én gyerekkoromban is nagyon szerettem az emberi testnek valahogy egyrészt a látványát is, a működését, nagyon sokat rajzoltam például gyerekkoromban, eléggé ilyen művész beállítottságú vagyok, és ez a masszázs dolog nekem már 10 éves korom óta valahogy benne van a fejemben. Nagyon szerettem a akkori csapattársakat is, edzőket akár masszírozni, ez valahogy úgy természetesen jött. Amikor nekem nagyon sok problémám kijött, pockorongsérv, stb., akkor ugye elég tisztává vált, hogy nekem az a fajta magas versenysport nem fog menni, és igazolást nyert, hogy akkor az, ami nekem ennyire tetszik, az lehet, hogy egy jó irány lesz a következő időszakomban, és elvégeztem a masszörsulit. Egyébként nem sportmasszást, hanem gyógymasszást, ami még egy kicsit ugye kiterjedtebb, és sokkal több tantárgyat is tartalmazott, ahol volt egy olyan lehetőség, hogy boncolásra el lehetett menni, és nálam nem volt kérdés, hogy akkor erre elmegyek, mert olyan szinten érdekel az emberi test működése, és például ugye mostanában van ez a Buddies kiállítás, és egyszerűen imádom, tehát annyira leköt, és érdekel, hogy ez hogy működik, úgyhogy igazából innen jött a dolog. A játékosok és edzők mellett a masszörnek is bőven kijut a felelősségből. Ez leginkább a saját lelkiismereti nyomásom. Ezt föntről egyébként kevésbé érzem, ami lehet jó is, kevésbé rossz, most persze ez hozzáállás kérdése, de én ebből presztízs kérdést szoktam csinálni, hogyha ott vagyunk ezeken az eseményeken, akkor semmiképpen se azon múljon, hogy valaki sérült és nem tud játszani. Nyilván előfordul ilyen, hiszen profi sportról, versenysportról beszélünk, de elsősorban a hétköznapi munkákkal, tehát én ugye nem csak a versenyeken vagyok, hanem a hétköznapokban is, a férfi válogatottal és a női válogatottal is, úgyhogy elsősorban évközben próbáljuk meggátolni azokat a rosszul kialakulandó dolgokat, ami esetleg megtörténik egy ilyen versenyen. Bízunk benne, hogy nem fog, de hogyha igen, akkor mindenképpen presztízs kérdést csinálok belőle, hogy bármit próbáljunk meg, csak az adott játékos tudjon asztalhoz állni. Svitán Krisztinának másik fontos szerepkörben is meg kell állnia a helyét. Budaörsön vagyok szakosztályvezető. Most már ez is 7-8-9, nem is tudom pontosan hány éve, jó pár éve. Hát ez teljesen más, de nagyon jól megfér a kettő együtt, és ez egyébként mindkét munkáltatómnak dicséret, hogy össze tudtuk úgy rakni az életemet, hogy gyakorlatilag két főállásom van. Itt is, ott is 100%-ot kellene, hogy nyújtsak, ami ugye azért nagyon nehéz. De hát különböző időszakok vannak, amikor nagy versenyek vannak, akkor inkább az kerül előtérbe, amikor meg klub események vannak, akkor egy picit az kerül előtérbe. Nem mondom, hogy ezt egyszerű összeegyeztetni, de mivel mindegyik az asztali tenisz,
amiben 7,5 éves korom óta benne vagyok, így tök jól megférnek egymással. A tavalyi év csúcspontja a női csapat olimpiai kvóta szerzése volt, de hasonló katarzisban már korábban is volt része az aranykezű szakosztályvezetőnek. 2012-ben szintén olimpiai selejtező verseny Luxemburgban volt, és az volt az a társaság, akikkel azért nagyjából plusz-minusz egy korosztály voltunk, és soha nem felejtem el azt a versenyt, amikor a Cvikl Dani ott bejutott, és óriási összeölelkezés volt, és sírás, rívás, és a Pattantyús Ádám még a következő nap küzdött azért, hogy kijusson az olimpiára, nekünk már haza kellett jönni, és a reptérre menet, a kis buszba, ami vitt ki a repülőhöz, ott tudtuk meg, és így üvöltés volt gyakorlatilag a kis buszba, hogy megtudtuk, hogy az Ádám is kijutott. Úgyhogy azt a pillanatot egyébként soha nem felejtem el, de nagyon hasonlít a mostani is ahhoz. Abban picit más a 2012-es, hogy ez a csapategység valahogy azért valószínűleg a kor miatt is, meg az együttjáték miatt még erősebb volt, de ez a kettő a legnagyobb siker, hogyha a masszörködést nézzük. Zárásképpen megkérdeztünk néhány olimpikon és válogatott asztali teniszezőt, nekik mi az első gondolatuk, ha Svitán Krisztináról van szó. Alapvetően azért nagyon-nagyon fontos, hogy a saját testünket folyamatosan jó állapotban tudjuk tartani, hiszen hiába próbálunk napi, nem tudom, 5-6-7-8 órát edzeni, hogyha a testünk egész egyszerűen nem engedi, akkor nem fogunk tudni edzeni. Szóval a Sviti nagyon-nagyon sokat segít ebben. Nekem kifejezetten a mély hátizmom és a csípőm, az előső csípőm, ezek így a gyengébb pontok, és tényleg nagyon-nagyon sokat segített nekem eddig is abban, hogy azokat rendben tudjam tartani, és ne fájjon, és tudjak edzeni rendesen. Nekem személyesen nagyon-nagyon sokat segített. Tehát egyrészt ugye én a végén sérült is voltam, tehát az utolsó két évenben én már, még hogyha nem is beszéltem róla, de nekem a csípőmmel komoly problémáim voltak, amit ő folyamatosan kezelt, és folyamatosan foglalkozott vele, versenyen kívül is, és versenyen is. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Abban, hogy tudtam teljesíteni és tudtam versenyezni az utolsó két évben. Ugye ezt megelőzte az a munka, amit mi már a vállalatnál együtt eltöltöttünk. Ráadásul ő néhány évvel idősebb nálam, tehát a sportból jön, profi sportból jön. Megértett minket, lelkileg tudott minket támogatni, ott volt velünk versenyeken végig, minden pillanatban, úgyhogy nélküle, főleg az utolsó időszakot ilyen szinten én nem tudtam volna végigcsinálni, úgyhogy ezúttal is neki hálásan köszönök mindent. Sok-sok évig volt az én masszőröm, aki segítette a pályafutásomat, és bizony-bizony kapcsolatunk szoros volt, hiszen szinte heti rendszerességgel jártam hozzá masszázsra, ami a végén picit már ilyen szeánszára is alakult, hiszen összekötöttük nagyon okosan és profi módon nyújtógyakorlatokkal, szaunával, sok esetben a fájdalmakat ilyen tépekkel, amit szintén szintén kitanult a masszázs mellett, hogy a test doktorává váljon, kiegészítettük, és ez a szeánsz, ez minden pénteken este engem újraélesztett. Amikor serdülő voltam, ő ifi volt, és ezáltal nagyon-nagyon régóta nyúlik vissza ez a barátság, tehát nagyon jól ismerjük egymást, és hát beszélhetünk egy 20 évről gyakorlatilag, vagy többről, és hát lelkileg, mint fizikailag is nagyon sokat számít a Sviti, mint a masször jelenléte, mert ott ül mögöttünk minden meccsen, előtte lemasszíroz, esetleg lenyújt minket. Esténként, amikor oda megyünk a szobájába és masszíroz, akkor is beszélgetünk a meccsekről. Ő is véleményt formál, nyilván ő is pingpongos volt, tehát ért hozzá, tehát tényleg mind szakmailag, fizikailag, lelkileg nagyon sokat segít, és velünk van. Minden szakmában egyre többet kell tudni, egyre sokrétűbbnek kell lenni az embernek a tudásának, és mélyíteni kell a tudást. Tehát egy fizikoterapeutának is jóval szélesebb körű munkát kell végezni, mint hogy csak masszőr, vagy pedig problémákkal fordulnak hozzá. Tehát itt a gyógytorna része, a felkészülés, rehabilitáció, edzés előtt, edzés után a fizikoterapeuta manapság már egy nagyon
kiterjedt fogalom. Ugye a Sweetie-vel az volt a jó, hogy ő már akkor több olyan dolgot tudott, vagy képezte magát, ami nekünk nagyon hasznos volt, és nagyon fontos volt. Sosem fogom elfelejteni az olimpiai kijutásom előtt a selejtező versenyem, amikor hajnali 1 órakor álltunk neki, mert addig folyamatosan meccseim voltak. De hajnali 1-kor is ugyanolyan jókedvel és erővel és kitartással és motivációval erőt és lelket öntött belém és csak a társaimba is. Hát nagyon fontos szerepet játszik. Ugye hát azt azért tudni kell rólam, hogy én elég sérülékeny játékos vagyok, ez lehet, hogy a játékstílusom miatt is van, és hát leginkább nekem, ugye versenyről versenyre, vagy hétről hétre mindig ugye segít nekem, de a legnagyobb segítséget ugye azt tavaly a pesti világbajnokság előtt kaptam tőle, amikor ugye a VB kezdet előtt 2 nappal én lesérültem, úgyhogy konkrétan a lépcsőre se tudtam már felmenni, és hát ha ő ott nem segített volna, akkor én úgy gondolom, hogy nem tudtam volna. Nem, hogy azt ahhozállni, de hogy utána nem tudtam volna olyan jól teljesíteni, ugye, hogy nem tudtam volna 32-be kerülni egyéniben.